Az OCSA ESE gazdasági és sportszakmai tekintetben is jó évet zárt. Nem csak a megyei, a harmadosztály középmezőnyében végző férfiak, de a hölgyek kupadöntőbe jutott csapata is jól szerepelt. Jó évet zártunk, épp a napokban volt a mérlegelfogadó közgyűlés, és pozitív volt a mérlegünk, úgyhogy úgy látom, hogy jól gazdálkodtunk. Ha a csapatokat nézzük, akkor az is majdnem ugyanennyire fényes. Az utánpótlás csapataink, a gyerekek azok mind a Bozsik tornákon, mind pedig a bajnokságban jól szerepeltek, ráadásul hogy az U14-jel nekünk Budapestre kellett nevezni, mert a megyében nem volt ilyen korosztály, és hát azért elég komoly fővárosi csapatokkal kellett felvenni a versenyt, de én azt mondom, hogy a srácok jól helytáltak. Nemrég fejeződött be a női bajnokság is, hiszen női futballcsapatunk is van, az, amivel teljesen amatőr csapatról beszélünk, így a mögöttünk tudott év is jónak mondható. Különösen ha azt vesszük, hogy pünköst hétfőn még ugye Pesti kupadöntőbe is játszunk, és azért még ilyen mostában nem volt, hogy az Ócsai női csapat a kupadöntőbe került, úgyhogy ez mindenféleképpen jó hír. Hát talán ha egy kis csalódás a felnőtt szereplése miatt van, én meg szerintem a szurkolók is azért egy kicsit előbbre válták a csapatot. Voltak itt mélypontok, voltak nagyon szép meccsek. Mindegy, most már itt vagyunk a mezőny közepén, és ugye igen, ez az utolsó hazai meccs. Én nagyon remélem, hogy ma azért mindenki oda teszi magát, és akkor győzelemmel búcsúzunk a szezontól és az Ócsai közönségtől is. Maga a csapat, ha most a férfi csapatról beszélgetünk, akkor mennyire van összeszokva akár a játékosok, illetve az edző játékosok szempontjából? Mi a megye háromba játszunk, azért mindenki dolgozik még, és emellett nagyon nehéz. Tehát lehet azt látni, hogy akik felettünk vannak, azért ott komoly tőke, komoly pénz is van a működésben, és ott azért mindenki jár edzésre is. Itt nálunk is járnak, sokszor kevesen, sokszor sokan, de hát, és ebből kifelől azért nehéz egységet teremteni. De én azt láttam, hogy ezen a szinten máshol is így van. Tehát itt nem pénzért fociznak a srácok, itt dolgozni kell, és ha beosztják őket, akkor nem tudnak jönni, ha későn végeznek, később jönnek. Hát ez így volt régen is, így van most is. Kicsit azért szeretnénk, ha a következő szezonban ez változna, ha fiúk, akik maradnak, vagy akik netán csatlakoznak majd hozzánk, azok ezt átéreznék, és tudnák, hogy azért megye háromban is edzés nélkül nehéz játszani, tehát edzeni kell. De hogy mondottam, volt vége a szezonnak, ez már a múlt, ezekből a dolgokat tanulnunk kell, és majd így vagyunk neki, nem is olyan sokára, hiszen augusztusban már kezdődik az új szezon, tehát majd így vagyunk neki a következő bajnokságnak. Jubileumi okleveleket, emléklapokat is átadtak a 2021-22-es szezon végén. Megtudtuk, hogy Szőlősi Norbert 400. bajnoki meccsét ünnepelte, Tordasi Gábor pedig a 2016-2022 között szolgálta a klubot, ennek elismeréseként az ő 19-es számú mezét vissza is vonultatták. De nem csak a férfiak, a hölgyek is jubiláltak. Ez egy régi hagyomány, hogy azok a játékosok valamilyen jubileumi számú mérkőzést érnek el, azoknak egy-egy emléklapot adunk át. Így ma Nagy Zsuzsinak a női csapat kapusa fog kapni egy ilyen emléklapot, ő 200 mérkőzést játszott, a felnőtt csapat kapusa Szőlősi Norbi, aki a 400. mérkőzését tudhatja maga mögött, és hát van egy búcsúzónk is, Hordasi Gabi, aki 6 éven keresztül volt a csapat játékosa, úgy döntött, hogy elég volt, abba hagyja és szögre akasztja a cipőjét, és tőle is egy ilyen kis emléklapból búcsúzunk majd. Az utánpótlás az abban milyen reményeket lát, vagy illetve hogyan látja? Hát ez nem egyszerű. Ugye azt látjuk mi itt, hogy az a 14 éves kor után, amikor a gyerekek elkerülnek mondjuk Ócsára az iskolából Pestre, az ott azért szokott adni egy törést, hogy van, aki akkor már komolyabban veszi a tanulást, és ráadásul utaznia kell, és nem ér haza, és inkább oda koncentrál. Most van egy nagy űrünk, tehát a 14 éves kor fölött nincsenek korosztályaink, tehát nem beszélhetünk, hogy na majd valaki belenő a felnőttbe, belenőhetnek, most azon dolgozunk, hogy ezek a gyerekek azért maradjanak itt, és mi ezért szeretnénk egy ingatlan fejlesztést is, hogy azért vonzó legyen maga a környezet is. Szóval igazából most azon dolgozunk, hogy sok-sok év után ezeket az utánpótlás csapatokat, 7, 9, 11, 14, ezeket tudjuk mindig tovább vinni, vagy bővíteni, és akkor egyszer valamikor csak kerülünk oda, hogy az mostani 14 évesek közül majd valaki a felnőttbe is játszhat. Azt is tudni kell, hogy azért én úgy látom, hogy Pest megyében, főleg a déli részén azért nagyon sűrű, minden településen van csapat, tehát sem oda, sem innen, vagy máshonnan ide nem nagyon lehet gyerekeket átcsábítani, tehát mindenkinek a saját bázisából kell építkezni. Van, akinek ez jobban sikerül, van, akinek ez
kevésbé. Én azt gondolom, hogy most mi ráléptünk arra az útra, hogy ez nekünk is sikerülni fog.